Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Sarek Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Két hasonló módszerrel elkövetett lopás miatt rendelt el nyomozást a győri rendőrkapitányság az elmúlt napokban, amikor ismeretlen elkövetők egy-egy idős emberhez csengettek be különböző ürügyjel. Közös volt az eseteknél, hogy míg egyikük beszélgetésbe elegyedett a házban élővel elterelve annak figyelmét, addig a másik körülnézett a lakásban és ellopta a sértettek megtakarított pénzét. A rendőrök a többi közt a Kérik az időseket, hogy az idegenekkel legyenek skeptikusak, ismeretleneket pedig ne engedjenek be a lakásukba. Ha mégis megtörténik a baj, azonnal értesítsék a rendőrséget és minden olyan dolgot próbáljanak megjegyezni, ami összefüggésben lehet a lopással. Extrém gyorshajtót mértek be a rendőrök győrben, az autós a megengedett 50 helyet 110 km per órás sebességgel közlekedett. A járőrök 210 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki a sofőrrel szemben, aki 6 pontot is kapott. A gyorshajtás a közúti balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka, ezért a Győrmoson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a visszaszorítására. Győrújfalun az Akácos utcában fekvő rendőrt szeretnének az ott lakók, gyalog átkelő helyjel és sebességkorlátozó táblával. Az önkormányzata a Szécségi Egyetemmel is felvette a kapcsolatot, a hallgatókat is bevonnák a megoldási javaslatokba. Folkmeier Simonetta polgármester azzal egyetértett, hogy a szakaszon csökkenteni kellene az autók sebességét. Ám külső szakértőket vonna be, hogy a fekvő rendőr lehet-e megoldás. Tóth Dénes alpolgármester szerint a focipálya előtti forgalomlassító felét gyorsan felszették, és nem lehet házanként fekvőrendőrt tenni. Ennek nem látja értelmét. Jelezte, közlekedés tervezők, illetve a győri egyetemisták segítségét kérnék a megoldáshoz, a sikeres pályaműveket pedig honorálnák is. Több mint 80 fával bővült a győri baba ligert a lányok 40 gömbjuhart, a fiúk 44 oszlopos juhart kaptak. Az új városvezetés folytatja a 2020-ban megkezdett faültetési programot, a jövőben azonban akár közös családi program is lehet az ültetés. Ültetésre várnak a facsemeték a Babaligetben. Több éves hagyomány folytatódott a Marcalvárosi kiserdőnél. A város minden születendő gyermek után ültet, illetve ad egy fát, amit a szülők saját maguk helyezhetnek a földbe, akár a saját kertjükben. Ezúttal 84 csemetével bővült a liget. Az új városvezetés is tovább viszi a kezdeményezést, melybe azonban a családokat is szeretnék jobban bekapcsolni. Azt gondoljuk, hogy egy szép hagyomány lehet az, hogy eljönnek és el is ültetik ezt a fát saját kezükkel, tehát hogy érezzék, hogy ez valóban az ő fájuk, az ő gyermeke, gyermeküknek a fája. A gondozását az továbbra is a győrszol fogja vállalni, de akár a szülők is vállalhatják, hogy gondozzák tovább ezeket a fákat. Tehát ennyi változás lesz a következő években. Ez a tábla is jelzi, hogy idén 533 fával és 510 cserjével lett több a városban. Még azt is el lehet olvasni, melyik város mennyi jutott belőlük. Ami nekünk nagyon fontos, és ez túllép a babaligetem meg ezeken a fájkon, hogy mi a város zöldszerületeit, jelentősen növelni akarjuk, tehát mi nagyon sok fát fogunk ültetni a következő években, ez csak egy nagyon kis része ennek a történetnek. Az egyes sorokat kis állatfigurák jelzik a Babaligetben, hogy a családok könnyebben megtalálják saját fájukat. 2020 óta összesen 377 darab fát ültettünk el a Babaligetben, idén összesen 84-et, 44 darab oszlopos juhart ültettünk a fiúknak, és 40 darab gömbjuhart ültettünk a lányoknak. Az oszlopos juharok keskenyek és magasra nőnek, a gömbjuharok pedig, ahogy nevük is utal rá, gömbformájú koronával rendelkeznek. Leginkább víz utánpótlásra van szükségük, amit öntöző segítségével old meg a györszól, Ezeket majd tavasszal helyezik ki. Köszönet a fákért, írja a Facebook oldalán a győrszol. A folytatás szerint idén is csodaszép fenyőfákat ajánlottak fel a győri és győrkörnyéki lakosok. A Mindenki Karácsony fái a hét elején Szigetváros részbe és a Rózsák terére érkeztek. Városszerte összesen 49 helyszínen öltöznek ünneplőbe a fenyőfák. Lesz elég karácsonyfa idén győrben is. Az asszály ugyan megviselte a fiatal ültetvényeket, hiányra azonban nem kell számítani, és kiváló minőség is garantált. A szakemberek szerint a legszebb és legfrissebb fenyőkért érdemes felkeresni a termelői fenyővásárokat, amelyek néhány hét múlva indulnak. Indul az ország legnagyobb iskolai adománygyűjtése. Minden győri óvoda, valamint általános és középiskola is csatlakozhat a december 11-ig tartó karácsonyi Mosoly Manók akcióhoz, amelyel rászoruló családok gyermekei támogatja a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat. A cipős dobozokba csomagolt játékokat, édességeket, személyes üzenetekkel kísért ajándékokat még az ünnep előtt eljutatják a nehéz helyzetű családoknak. Nem kell megműteni a győri Eto KC játékosát, Krisztina Jörgenzent, aki a Rapid Bukarest elleni múlt vasárnapi bajnokok ligája mérkőzés előtt szenvedett válsérülést. Olvasható a klub hivatalos oldalán. Az emery vizsgálatot követően a klub egészségügyi stábjával egyeztetve a kézilabdázó a Dán válogatottnál kezdi meg a konzervatív terápiát. De az, hogy részt vehet -e a november végén kezdődő osztrák-svájci-magyar közös rendezésű Európa-bajnokságon egyelőre kérdéses. Kedves nézőink, ez volt itt a híradó az Oxygen music -on. A zenék mellett ma gazdasági magazinunkkal várik Önöket. Ha esetleg erről lemaradnának, és nem tudnák itt velünk megnézni, akkor ezt a műsort is keressék hollapunkon, a magazinjaink között megtalálják. Mint ahogy az összes többi legfrissebb hírt is a győri hírek.hu oldalon találják. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, már a búcsúzom, de holnap ismételten jövök. Szép estét viszontlátásra! Szerdán egy markáns hidegfront érkezik erős viharos széllel, többfelé kiadósabb esőre záporokra is számítani kell. A csúcshőmérséklet a délelőtti órákban állhat be 6-12 fokkal, délután több fokos lehűlés jön a hidegfront hatására. Csütörtökön szinte mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, napközben egy-egy futó zápor esetleg hózápor csak elvétve alakulhat ki. A sokfelé szeles időben 4 és 9 fok között alakulhat a legmagasabb nappali hőmérséklet. Pénteken főként havas esőre, havazásra számíthatunk, de helyenként az eső is eshet. Délután csökkenhet a csapadékhajlam. Kora délután 1-7 fokot mutathatnak a hőmérők.